Kedves nézőink, tegnap délután kaptam egy e-mailt, és most szeretném önökkel ezt megosztani. Tisztelt műsorvezető úr, tisztelt Szabadkai és környékbeli közönség, kedves lakosság. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy lényegében bemutathassam önöknek azt az újfajta kommunikációs eszközt, amit úgy neveznek, hogy videó e-mail. A videó e-mail lényegében ez az, amit most önök néznek, leváltja lényegében az írott üzleti leveleket és egyéb leveleket, mint például egy csatolt levelet ma, amit a fiatalok is alkalmaznak, igaz, a munka és álláskeresés alkalmából. Tehát ma már az önéletrajzokat is Európában, Magyarországon is a közvetlen közelünkben már ilyen formában alkalmazzák a munkaügyi központokban. És minden széleskörű használatba, akár egy-egy üzenet rögzítésére, a távolabb élő rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak. Már van olyan, hogy Romániában ezen a rendszeren keresztül az iskolába a tanár így módon értesíti ki a szülőt arról, hogy a gyermeke milyen megrovásban, vagy esetleg milyen dicséretben, vagy esetleg milyen osztályzatokkal rendelkezik a naplókönyvben. Tehát nagyon széles körű a használata. Én az elmúlt hétvégén Adára küldtem kedves barátaimnak egy ilyen videóüzenetet, ami egy esküvő alkalmából szólott. A barátnőmnek a fia nősült, és hát ilyennel ajándékoztam meg. És visszajelzést is kaptam már, hogy milyen örömmel fogadták, hogy ilyen kellemes meglepetést még senki nem osztott velük meg, tehát ilyen ajándékot még nem kaptak. Így jártam valamikor a tavasszal, amikor egy fiatal kis barátnőmnek szintén egy köszöntőt küldtem a születésnapjára, el volt ragadtatva. Ugyanis egy ilyen videóüzenetben 5 különböző üzenetet fel lehet fűzni, lehet ez zeneszám, lehet ez ilyen üzenet, amikor saját magát az ember felveszi a kamerával és a hanggal, és tovább küldi, aztán lehet ez akár írott dokumentum is, tehát Word dokumentum. A lényege az egésznek, hogy 5 különböző dolgot fel lehet fűzni, és egy-egy ilyen címszó alatt ez 20 percig tarthat. Tehát ennyire egyszerű és ennyire közvetlen, mert lényegében az ember a saját érzelmeit, a saját gondolatait, tehát teljes mértékben egyenesen fejezheti ki, tehát itt nem lehet leplezni a hangulatot, itt nem lehet leplezni a gondolatmenetet, mert egy-egy gesztus nagyon kellemesen és jó kiolvasható. Hát pillanatnyilag most ennyit tudnék elmondani önöknek. Tartom szerencsémnek, hogy a K23 vállalta ezt a megtisztelő feladatot, hogy foglalkozzon ezzel a témával, pozitív gondolatokkal, amit a jövőben is szeretnénk közvetíteni a stúdión keresztül. Maradok tisztelettel, és örömömre szolgál még egyszer, hogy a lakosságnak a saját hangomon, saját arcommal mutathattam ezt be, Vad Emília Szabadkáról. Ez volt tehát az üzenet. Én azt hiszem, hogy érdekes nekem néz ki ez az üzenet, tehát ez az üzenet, amit elküldtek nekünk, és mivel tetszett nekem, ezért behívtam stúdiónkba ide Vad Emíliát, akit szeretettel köszöntünk itt élőben is. Emília, mi késztetett arra, hogy mellé állj az ilyen újdonságok mellé? Először is köszönöm a lehetőséget, üdvözöllek. Mi ilyen tegező viszonyban, mert nagyon-nagyon régi Szabadka ismerősök vagyunk. Volt időszak, amikor együtt dolgoztunk is, úgyhogy én megengedem magamnak, ezt nem beszéltük ugyan meg, hogy én akkor rögtön le is tegezlek. Hogy mi késztetett? Tehát először is az, hogy a személyiségfejlesztés az egy nagyon fontos momentum minden embernek az életében, és valahogy én így vagyok kódolva, így szoktam vallani magamról, hogy így vagyok kódolva, hogy
folytonosan újabb és újabb dolgokat tanulok, és talán ezek olyankor, amikor az ember így gondolkodik, akkor úgy szembe is jönnek vele. Tehát én ezt kifejezetten nem kerestem. Azt tudni kell rólam, hogy én sok éven keresztül tolmács és fordítóként dolgoztam. Mindenkit az elmúlt időszak egy kicsit meg hordozott olyan irányba, hogy kereste a maga helyét, és ez teljesen természetes, mert a változások hullámai, ugye ezeket hozzák az embernek. Vannak olyanok, akik utána járnak, és elébe mennek a saját sorsuknak és életüknek, hát én ezek közé tartozom. Nekem a kommunikáció, azt hiszem, hogy ez egészen komolyan hallható is rajtam, nagyon fontos. Azt hiszem, hogy az emberek sokféleképpen tudnak kommunikálni egymással. Vannak olyan dolgok, amiket sokan nem is ismernek, hogy az is a kommunikáció eszköze, mégpedig az, amikor ugye az ember a saját energiáival, amit ugye valamennyien hordunk magunkba, azzal is kommunikálunk lényegében egy másik ember irányába. Hát még a kiejtett hang, a kiejtett szó és a mosoly. Tehát mind ezek azok a dolgok, amelyek arra késztetnek engem, hogy azt, ami pozitív, azt, ami jó, és azt, amiben látom a lehetőséget, hogy más emberekkel is megosszak, azokat kutatom, keresem, és lényegében mondom, nem is keresem annyira, hanem inkább velem szembe jönnek ezek a dolgok. Így találtam rá erre a kommunikációs eszközre is. Szerinted miért jobb ez, mint az írott szó, hiszen az írott szavakat azt leírják, kijavíthatják az emberek, főleg most már e-mailben, és egyszerűbb közvetíteni azt a gondolatot, amit akar az ember amarra. Hát köszönöm szépen ezt a pozitív kérdést, nagyon rákészültél erre a gondolatmenetre és erre a stílusra. Van benne igazság. Foglalkozom egy olyan témakörrel is, ami az elménknek, tehát az ember elméjének a nagyobb részét alkalmaztatja. Így például van egy olyan technika, amit úgy neveznek, hogy villámolvasás, és ez az úgynevezett tanulás segítő program. Emberek ma már bármely életkorban vannak, ugye, rengeteget kell fejlődniük és tanulniuk ahhoz, hogy megállják a helyüket a társadalom lépcsőfokain. Na most úgy tűnik, hogy talán olyan dolgot mondok, amit nagyon sokan nem ismernek, viszont országhatáron belül, tehát nálunk is, és országhatáron kívül is oktatják és alkalmazzák azt a technikát, amit úgy neveznek, ugye, hogy villámolvasás. És pont akkor a tanártól, amikor én ezt valamikor 2000 tájékán Budapesten tanultam ezt a technikát, akkor a tanfolyam végén oda mondta a tanár úr, hogy azért egy szép irodalmi művet és egy fontos dokumentumot nem elegendő csak villámolvasva átnézni, hanem igenis szóról szóra olvasni kell és értelmezni kell. Ezért díjazom ezt a kérdést, hogy miért jobb ez, mint az írott szöveg. Na most ezt válaszolom meg. Tehát azért, mert annyira fel van gyorsulva a világunk, szerintem mindenki ezt nagyon jól érzékeli saját magán, a saját környezetében, hogy annyira fel van gyorsulva a világunk, hogy lényegében a technológiák váltakoznak, és igenis az írott szöveget bizonyos szinten kell leváltani, viszont pontosan a gyorsaság az, ami készteti az embereket arra, hogy egyszerűen váltsanak, és így került be a videó e-mail a köztudatba, mind inkább majd nálunk is. Érdekes, hát mondjuk egy e-mailt, én most már ellenzékbe kell, hogy vonuljak, hiszen általában, ha nincs más ellenzék a beszélgetésben, akkor a műsorvezető kell, hogy az legyen. Egy bizonyos e-mailt, egy bizonyos írást több helyre is egyszerre el tudok küldeni, tehát ott is gyorsulnak a dolgok. Igen, köszönöm szépen, ez a rendszer, ez a technológia pontosan ezt követi, ugyanis ezt is úgymond sokszorozva el lehet küldeni. Aki ezeket a rendszereket majd itt a környezetünkbe alkalmazni fogja, nagyon könnyen el lehet sajátítani, meg lehet tanulni, tehát nem olyan, hogy korosztályfüggő, és pontosan erről van szó, hogy talán most nem bonyolódnék annyira bele az
üzleti részében, mert van ennek egy üzleti része is, amit viszont nagyon díjazok, mert nálunk az országban is egy bizonyos szociális hálót le fogunk ezzel fedni, és erre majd külön partnereket fogunk találni magunknak olyan közegekbe, ahol segíthetnek bennünket ahhoz, hogy ez megvalósuljon az országunkba. Tehát a lényeg, hogy maga a rendszer egy-egy ilyen csomag akár 1000 darab helyre is elküldhet egy bizonyos e-mailt. Tehát ez az e-mail akár elmehetett volna most 1000 címre is. Csak ez most célirányosan volt ide címezve a K23 stúdiójának. Értem. Azt hiszem, hogy érdekes lesz, ha az idősebbeknek nem is, mert ők azért csak még maradnak annál a leírom divatnál. Minden esetre a fiatalok biztosan nagyon gyorsan bele is fognak tanulni majd. Hol tanítják ezt a rendszert, és hogy lehet hozzájutni? A megállapodásnak, vagy a megállapításnak az első részére szeretnék reagálni. Volt olyan lehetőségem Budapesten idén májusban, pontosan egy ilyen munkacsoport jött össze, ahol maga a cég tulajdonos is, miután egy amerikai cégről van szó, és egy komoly amerikai technológiáról, és az internetes iparnak a vezető személyisége, akit főleg, ott már tényleg főleg a fiatalok ismerik a neveket, tehát azok a nevek állnak ez a cég mögött, és ez a technológia mögött, és ott azon a találkozón, azon az üzleti konferencián most fogsz meglepődni. Nagyon sok idős, nyugdíjas ember meg lett szólítva. És megkérdezték tőlük, hogy miért használják, és miért érdekes a számukra a videó e-mail. És akkor azt mondták, hogy azért, mert ők mindig annak voltak kitéve, hogy tanuljanak. De most érdekes, azt viszont hozzá kell tegyem, hogy két kategória jelent meg. Ezek az idős és nyugdíjas ügyvédek, a másik kategória pedig az oktatásból a tanárok és a tanítók voltak. Úgyhogy nagyon kellemesen csalódtam, hogy igen, a 70 év körülötti nyugdíjasok megteszik azt, hogy megtanulták a számítógép használatát, és akkor, amikor valaki a számítógépet használja, akkor már egy e-mailt nem olyan komplikált elkészíteni, hát pláne még egy videó e-mail, amikor ők visszalátják a saját arcukat, a saját gesztusaikat, és akkor ezt megoldhatják a tanítványaikkal. Ugye ez már egy visszajelzés arra, hogy ő továbbra is aktív és ér valamit, most például egy tanárról beszélek, aki ezt el is mondta ott, tehát én most egy élő példát közvetítek itt a Szabadkai stúdióba, és azt tetszett a legjobban, hogy mennyire érdekes, hogy tényleg a pici gyerektől kezdve, aztán ahogy cseperedik fel az ember, ugye egészen idős koráig, hogy mennyire fontos minden szinten az elismerés. És bizonyos szinten ez a bizonyos tanárnő elismerést kapott a valamikori volt diákjaitól, akik már felnőtt emberek, és aktívan dolgoznak, akik már családjaik vannak, hogy a tanárnő milyen szép irányba fejlődik, és lényegében ismét adott egy lehetőséget a saját diákjának, hogy a saját diákja tőle tanuljon meg valamit. Úgyhogy ez egy olyan ide-oda küldött információmenet, tehát pozitív irányba, és lényegében én mindig a pozitív dolgokat képviselem, és azért is van az, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy itt a helyem, hogy ezt igenis beiktassam itt a nálunk levő társadalmi közegbe, és hogy még a műsorvezető úrral is megtanítsam, és egyebekkel. Hol lehet tanulni? Egymástól tanuljuk, mert konkrét, tehát maga a tanfolyamok ingyenesek. Interneten keresztül vannak irodáink különböző nyelveken, az angol nyelvterületről, portugál, spanyol, német, olasz, magyar, most készítjük a szerbet, erre is találtunk egy nagyon megbízható személyt, aki nekünk pont a szerb anyagot készíti, úgyhogy szerb nyelven is el fogjuk kezdeni, mert ugye mi Szabadkán itt könnyen elboldogulunk,
angolunk, amikor a lakosság nagy része használja a magyar nyelvet, az angol természetesen, meg valamennyire a németet is, ugye, viszont az országunk belsejében azért szerb nyelven el kell, hogy legyen készítve az anyag, úgyhogy tehát ilyen online stúdiókból, lényegében mindenki a saját otthonából, aki rendelkezik egy ilyen csomaggal, egy ilyen, ezt mi úgy nevezzük, hogy üzleti csomag, tehát egy üzleti csomag, egy picit vetítsük át arra, hogy vannak a szolgáltatások, akár a reklámhelye, akár nem, de itt élnek velünk, a Telenor, az MTS, a VIP, ugye ők is különböző üzleti csomagokat értékesítenek, na most itt is ez is egy üzleti csomag, aminek keretén belül az egyik program pontosan az ingyenes oktatás, tehát az ingyenes azt jelenti, hogy most 10 embernek, 1000 embernek, 10 000 embernek le lehet oktatni egy-egy irodából, és ezáltal ugye ingyenes. Akinek persze megtetszik, akkor éljen vele is. Használja. És ez annyit jelent, hogy akkor mondjuk az internet szolgáltatóknál kell jelentkezni, hogy kapjon egy ilyen e-mail címet, vagy nem, egy ilyen videó nem, e-mail címet? Nem, ez szabad vállalkozás, tehát személyes szabad vállalkozás, ez is ugyanúgy, amennyire a technológia új, ez a vállalkozás forma is vadonatúj ezen a területen, meg hát azon a területen, ahol már ugye országokban elkezdett működni, tehát mindenki ezt a csomagot, a bizonyos cégtől tudja megvásárolni, és azáltal egy bizonyos kóddal, ugye minden le van ma már kódolva, egy bizonyos kóddal rendelkezik, és annak a kódnak alapján használja és alkalmazhatja. Nagyon egyszerű a megvásárlása, banki befizetéssel történik, banki kifizetéssel történik itt már, amikor esetleg valaki úgy érzi, hogy ebből jövedelmet is tud vallani, és ugyanúgy pedig az adóbevallást is itt kell, hogy végezze. Tehát azért mondtam, hogy az imént, hogy egy szociális hálót is lefedünk, mert bizonyára esetleg az ambiciózus munkanélkülieket, és esetleg azokat az embereket, akik fiatalok és munkát keresnek, és szeretnének ezzel foglalkozni, ezzel a technológiával, és a technológia értékesítésével, akkor már egy szociális háló le van védve, és tanítjuk őket arra, hogy igenis vállalt fel azt, mert ezen a területen ismeretes volt, ugye, hogy sok mindent csináltunk, felvállaltunk, viszont az államkasszát azt nem úgy töltöttük, ahogy kellett volna, és tanulja még minden állampolgár, hogyha itt az anyaföld megadta neki a lehetőséget, hogy itt éljen, akkor itt is adózzon. Ez nagyon fontos, legalábbis a szabadkaiaknak. Reméljük, hogy ide Szabadkára is eljut majd ebből az adódinárból valamennyi. Minden esetre még egy dolog, és legyen itt a reklám helyett, tehát akit fölcsigáztál ezzel az lehetőséggel, az pontosan hol kell, hogy jelentkezzen. Hát akkor legyen a reklám helye, mivel most saját magam hoztam ezt a lehetőséget ide a stúdióba, akkor, hogyha K23 megtenné esetleg, hogy továbbítsa esetleg a betelefonálóknak, nekem a saját telefonomon, ha úgy gondolod, hogy most akkor nyugodtan a telefon mondja. Nyugodtan megmondhatjuk a telefonszámot. Meg, akkor köszönöm szépen, tehát de én elérhető vagyok a 066 056 780. Ez a telefonszámom. Nagyon ügyes a telefonszám. Még egy dologról beszámolhatunk így a beszélgetés vége felé, hogy szombaton egy érdekes kísérletet teszünk közösen. Így van. Ez mi is lesz az? Tehát felhoztam ezt a lehetőséget ugye ide a stábnak, a vezetőségnek, elsősorban a K23 vezetőségének, és kaptam én is egy lehetőséget, tehát megint csak visszaköszönt rám az, amit mondtam, hogy egyszerűen én így érem a mindennapjaimat, hogy gondolok egyet, és akkor velem jön szembe az a pozitív visszajelzés, hogy tegyünk egy próbát itt a környezetünkbe, ugyanis minden egyes konferenciai teremnek, amiből én is a videó e-mailemet elkészítettem, és ide átküldtem ugye a stúdióba, egy bizonyos kódja van, mint az imént már kódokról beszéltem. És ennek van egy linkje, és ezt a linket be fogjuk promotálni a K23 csatornán keresztül, én egy picit a saját barátaim, ismerőseimen keresztül, és teszünk egy próba külső jelentkezést, egy ilyen online és offline jelentkezést Ludasról, mégpedig
kisegítesz engem, hogy a fogadóból, így van, a fogadóból, ezt kellett volna ügyesen kimondanom, ugye, a fogadóból, ugyanis ott történik majd egy ilyen sportrendezvény, és élünk a lehetőséggel, és én köszönöm a lehetőséget, hogy a stáb maga mellé vett engem is, és be fogjuk mutatni a technológiát, ugyanis ez a konferenciai terem 4 órán keresztül lehet nyitva, és olyan helyekre ki fogjuk küldeni ezeket a linkeket, mondtam én személy szerint is, hogy különböző helyekből és helységekből és országon kívül is tudjanak bennünket követni. Én már ilyenen vettem részt, tehát én az elmúlt szombaton egy gulyás pörkölt versenyt követtem így végig Magyarországról, a Duna partjáról, és nagyon ügyesen és jól sikerült, és az emberek a pillanatnyi gondolatmeneteiket meg tudták osztani, a kollégáim pedig meg tudták mutatni azt, hogy hogyan működik a rendszer, és mivel ismeretlen még a környezetünkbe, úgy teljes mértékben, hát mindenki rácsodálkozik, és hát egy nagyon érdekes dolognak és hasznos dolognak találja. Ennek egyetlen egy problémája lehetett már, mint ez a gulyás főző versenynél, hogy ott ül az ember a gép előtt, és csorog a nyála, látja, hogy milyen jó tesznek a, és valahogy így is volt. A másikok. Vadim Iliának köszönöm szépen azt, hogy itt volt a stúdióban, és találkozunk akkor szombaton. Természetesen kedves nézőinknek eláruljuk azt, hogy élőben, tehát itt a stúdióban látni fogják azt, hogy mi történik kint a fogadóban, hiszen egy linket ide is kapunk, és itt is közvetítjük majd a történéseket.